A szabadkai barát Gábor egy éve tanít történelmet egy szabadkai szakközépiskolában. A havi fizetése 39 ezer dinár körül alakul. Elmondása szerint ebből nehezen lehet kijönni. Azt hiszem, hogy a tanügyesek bérét rendezni kell, mivel mint pályakezdőként mondom, hogy ez nem egy életpálya modell. Nehezen lehet belőle kijönni, tehát hosszú távra nem lehet tervezni, rövid távra, tehát fizetéstől fizetésig lehet, és ugye hát ez miatt a fiatalok véget is, hogy többen választják ezt a pályát, rendezni kellene a fizetéseket. A pedagógusok bérét 2014-ben csökkentették 10%-kal, akkor, amikor megszületett a döntés a közszférában dolgozók fizetésének megnyírbálásáról. Azóta a pedagógusok többször is sztrájkba kezdtek, azt követelve rendezzék a bérüket. A pedagógusok többsége nem elégedett a jelenlegi fizetésével. Ebben az általános iskolában azonban egyelőre nem lesz sztrájk, hétfőtől rendesen megindul a tanítás. A szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskola folyosói üresek. Az iskola munkatársai viszont már készülnek a hétfőn kezdődő tanításra. A diákokat rendes tanítási időben várják, mondja az iskola igazgatója. Hétfőtön, tehát január 18-án rendesen indul a tanítás, sztrájk egyelőre nincs kilátásban, tehát nem a mi iskolánkban, hanem Szabadka területén. Az alsósok indulnak délután, a felsősök 5-től 8-ig pedig reggel 7:30-kor kezdenek. A tanügyi szakszervezetek és a kormány közös megegyezése alapján január 1-től kellett volna, hogy hatályba lépjen a fizetési kategóriákat szabályzó törvény. Ez viszont nem történt meg. Egy egyszeri 5000 dináros segély is a követeléseik részét képezi. A 2016-os büdzsébe egyáltalán ez az 5000, nettó 5000 dinárnyi jutalom nincs is előlátva. Tehát több mint valószínű, hogy és ezt előtérbe helyezték, az átiratban írják, hogy amennyiben a kormány elhatárolja magát ezektől a dolgoktól, abban az esetben a szakszervezetek tiltakozni fognak, tehát végső esetben a sztrájk sem kizárt. A szerbiai oktatásügyi szakszervezet hivatalos közleménye szerint átadták követeléseiket Szerbia miniszterelnökének, az oktatási és a pénzügyminiszternek is.